A nyílt lelki fórumon Vinnai Győző országgyűlési képviselő kiemelte, a magyar kormány az első perctől aktívan részt vesz a migráns kérdés kezelésében. 2012-ben még 3-400 ezer, 2015-ben azonban már több mint 1 millió bevándorló érkezett Európába. Ez a szám idén akár a 3 milliót is elérheti. Olyan kihívás előtt áll Európa, és benne Magyarország, hogyha nem figyelünk oda, hogyha nincs egy határozott álláspontunk a migrációval, a népvándorlással kapcsolatban, akkor Magyarország kulturális, vallási arculata megváltozhat. Mi ezt nem akarjuk. Vagy legalábbis a magyarok döntő többsége, hadd ne mondjam azt, hogy mindenki, mert ilyet nem mondhatok, de a döntő többsége nem akarja. Lomnici Zoltán arról beszélt a fórumon, hogy több európai nagyvárosban már a lakosság negyede muzulmán. Csak Franciaországban pedig 700 úgynevezett no-go zóna van, ahova keresztények nem mernek bemenni. A magyar bevándorlás politika hatékonyságát az is bizonyítja, hogy a kerítés megépítése után jelentősen csökkent a hatásértések száma. Az egy álságos megközelítés, hogy inkább szabadságot kell adni, mint biztonságot. Mi úgy ítéljük meg, hogy a kettő összefügg, sőt, nincsen szabadság biztonság nélkül. Brüsszelben manapság 7 óra után nem járnak a metrók, szórakozó helyeken, mozikban fegyveres őrök vannak bent, amely nyilvánvalóan a komfortérzetét jelentősen lerontja az ott lakópolgároknak. Ez nem szabadság, ez egy ketreclét, amiben belekényszerítette a brüsszeli politika az ott élő embereket, és természetesen nem csak a brüsszelieket, hanem Európa most már egyre nagyobb részét. És mivel hogy ez a veszély folyamatosan fenn fog állni, erre érdemi válaszokat kell adni. Megítélésünk szerint az újabb betelepítés, a török EU megállapodás az egy rossz válasz erre. A harmadik országból érkező polgárok kapcsán jogi és morális aggályok is fellépnek, hangzott el a fórumon, a betelepítésről pedig helyi szinten kell dönteniük a magyar állampolgároknak, tette hozzá Lomnici Zoltán.